Szeretettel köszöntök mindenkit Székely udvar helyen, Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy újra előttetek lehetek, és válaszolhatok a kérdéseitekre. Az igazi kérdés az, hogy ahogy a gyönyörű bevezetőben hallottuk, miért vagyunk itt, és most nem a zenre gondolok. Nem arra kérdezek, hogy miért jöttél ide ma este. Miért vetted föl ezt a testet? Miért születünk meg? Miért növünk föl, csináljuk végig az életünket, tudatosodunk, látunk rá oly sok mindenre magunkban, másokban és a világban, és a természet mértékéhez mérve nagyon rövid idő után egyszer csak távozzunk innen. Mire jó ez az egész? És ahogy Endrétől hallottatok olyan történeteket, amikor így meglegyintette a zenszele, és amikor ugye megcsap a mozdony füstje, akkor előbb-utóbb vonatra szállsz. Úgy Szungszán zenmester válaszai engem hasonló mértékben tudtak meglegyinteni, és amikor az élet értelméről kérdeztük, akkor nagyon rövid választ adott. Eredetileg nincs oka, nincs értelme, de ha eléred az igazi önvalódat, akkor tudsz értelmet adni neki, és így lesz oka. Nagyon fontos azt látni, hogy az életnek mi adjuk meg az értelmét, mi adjuk a jelentését. Ne várd azt, hogy kívülről valamilyen életet adnak neked. Az ember képes a teremtésre, képes arra, hogy közösen, családban, társadalomban, egymással együttműködve, közösen tudatosodva, egy jelentéssel bíró, értékekkel bíró életet éljen. De ez csak akkor van, ha mi megcsináljuk. Miért érdekes a Föld? A Föld azért érdekes, ez a bolygó, mert elképesztően világos visszajelzést ad. Ha gondatlanok vagyunk, nagyon gyorsan megbetegszünk. Ha építünk valamit, és nem stabil, az összeomlik. Hogyha kapcsolatokat építünk, de nem megfelelő módon, akkor azok bizony ránk égnek, vagy nagyon gyorsan elporladnak. De eredetileg ez a Föld mindenre alkalmas. Arra is alkalmas, hogy 25-30 milliárd ember együtt éljen, ha megfelelő tudatformával, megfelelő lelki tulajdonságokkal bírunk, de most ebben az állapotában még 7 milliárdnak is sok. Ami az életet illeti, az emberiség vagy a tudatminőségén fog emelni, vagy pedig a létszám, a mennyiség fog csökkenni. Nincsenek eleve elrendeltetett sorsok, százszázalékos proféciák, hanem valószínűségek vannak. De most nagyon nagy a valószínűsége annak, hogyha nem vigyázunk erre a Föld nevű bolygóra, akkor az kifut alólunk, és az élet lehetőségeink beszűkülnek, és a puszta létünk megnehezedik, és a mindennapi betevő falat megtermelése, szétosztása és sajátítása sokkal nehezebb lesz 10-15 év múlva, mint azt most gondolnánk. Hogyan tudunk bármit tenni? Egyrészt úgy, hogy nem takarjuk el a szemünket, hanem látjuk a folyamatokat, látjuk azt, hogy mi történik a világban, mi történik bennünk, és a megfelelő társulás és együttműködés az alapja annak, hogy amikor nehezebb idők jönnek, akkor is meg tudunk maradni embernek. Túlélni nem nehéz. Csak mit kell tenned érte? Mivé válsz, miközben a túlélésedért küzdesz? Igazából azok az értékek kerülnek veszélybe ilyenkor, amelyekért érdemes élni. Azok az emberi kapcsolatok alakulnak át, amelyeket legfontosabbnak, legértékesebbeknek tartunk. Úgyhogy hogyan tudjuk a tudat minőségét emelni? Hogyan tudjuk a társulásunk minőségét emelni? Nem megy másképp, csak a tudat tisztaságával és a lélek helyes működésével. Ekkor tudunk harmonizálni a másikkal, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon másképp gondolkodik, érez, beszél, vagy cselekszik, mint mi. De vagy egymáshoz tudunk hangolódni és együttműködni, vagy pedig a válságok és a nehézségek széttagolnak minket, és elporladunk az időszelében. Amiért Székeudvar egy gyönyörű hely, az nem pusztán a városkép, a hegyek és az a millió, az az atmoszféra, amit van, hanem azért, mert ez a közösség megmaradt, sőt nem, megmaradt, nem csak megmaradt, hanem virágzik és gyarapszik. Ezt nem hizelgésből és a hallgatóság megnyerése céljából mondom, hanem azért, mert valóban így gondolom. Tehát a nehézségek közötti összetartás, az egyéni vélemények fölülírása, a saját dualisztikus nézeteink félretétele, az az egyetlen út ahhoz, hogy egy közösség természetes kohézióval összetartson, és valóban az értékeit élje, és nem kényszerek között ugye, hányódjék. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, ahhoz tiszta tudatra van szükség, tisztán látásra van szükség. Van, amelyikünk sokat tud, van, amelyik keveset, de nem ez számít. Hanem a léleknek az a tisztasága, mely a tudatosságból következik. És ehhez az a meditáció, amely nagyon sok néven fut, de én nektek most koreai zen néven hoztam el, az alkalmas. Ezért is hallhattátok, hogy a meditáció lehetséges, sőt, én azt mondom, hogy szükséges. És aki szükségesnek látja, az tegye. Van-e kérdés bárki Széra? Három éve nem eszek húst a gyilkolás csökkentése miatt. Vagy állatszeretetből, vagy ilyesmi. De egészségügyi problémáim adódtak, de még mindig úgy nézek az állatokra, mint uh, ugyanolyan lényekre, mint én, amilyen vagyok. És nem, nem tudom őket elfogyasztani. Hát nem is kéne. El kell menni orvoshoz, egészségügyi problémát orvosoljuk, egészségesek leszünk, és továbbra sem gyilkolunk állatokat. Nem azért, mert olyanok, mint mi. Az állat sosem lesz olyan, mint az ember. Hanem azért, mert az állat önmagában nem arra való, hogy meggyilkoljuk és megegyük. Bizonyos hagyományok, bizonyos kultúrák ezt teszik. De a következmények nem a legjobbak. És itt nem csak az öregkori ízületi fájdalmakról, köszvényről, egyébről beszélek, hanem most röviden szólva, főleg a melegvérű emlősök húsának az elfogyasztása, az úgy történik, ott az állat, amikor megölöd, az fél, dühöng és bosszút akar, az belekódolja a hormonokba, a hormonok ott lesznek a húsban, egyébként ettől még ízletes is ez a baj. Azt a húst te megeszed, a testedben ezek a hormonok dekódolódnak, és ugyanolyan érzelmekké és indítékokká válnak, mint amivel az állat ott hagyta a testét. Hát ez gyönyörű. Úgyhogy ez nem mindig jön ki nagyon gyorsan, de előbb-utóbb kijön. És a helyzet az, hogy az egészségügyi problémáid nem biztos, hogy a hús nemevéséhez kapcsolódnak. De valamit valamiért. Tehát ha a szervezet rászokott, akkor néha nehezen szokik le róla. És innentől kezdve meg kell nézni, hogy meddig tudsz ezzel elmenni. Ez nem sprint, ez nem rövid távutás, ez hosszú táfutás. Tehát szépen be kell rendezkedni arra, hogy lépésről lépésre hogyan szoksz át a húsevésről a nem húsevésre, és akkor a dietetikus elkezd tanácsot adni, hogy a B12, hogy lesz meg a D, a B6, a C, a stb. Tehát ezek a vitamincsoportok hogyan lesznek bent a szervezetben. Úgyhogy ezt meg kell vele beszélni, mert a vércsoportunk sem egyforma, a testtípusunk sem egyforma, az immunrendszerünk, az enzimrendszerünk, az emésztőrendszerünk sem egyforma, úgyhogy érdemes ezt szépen kivizsgálni. És akkor megfelelő tanácsot kapsz, és megtarthatod azt a magasrendű elképzelést, hogy élet kiholtása nélkül támogassuk a saját életünket. Jó? Köszönöm szépen. Érdekelne, érdekelne, hogy mit szimbolizál az ön szerzetes ruháján a szürke és a barna szín? A szürke az a taoista rejtő szín. Szó szerint a felhő színe ebben a legjobb meditálni, amikor ilyen csilivili sokszínű a ruházat, amit egyébként már kérünk, hogy kicsit fogjanak vissza, akkor érezhető, hogy a térben mi van, és a sok-sok szín az milyen hatással bír. Nem egy hétvége alatt, tíz nap, egy hónap, két hónap, ilyen időtávon. És mi van akkor, amikor mindenki szürkét vesz, nem ragaszkodunk, hogy zen stílust, bármilyen szürkét, és az annyira nyugtató, és annyira el tudsz tűnni a térben, hogy fantasztikus meditálni ezzel a színnel. Ez a barna, ez, ez sokkal érdekesebb, ez a buddha korából származó kasa szín. Van ahol sárga, van ahol barna, helyeken narancs színű, és az attól volt, hogy a buddha és a szerzetesek adományozott ruhadarabokból rakták össze a kasájukat. Nekik ilyenjük nem volt, ez egy kínai kulturális örökség, és ez a nagy lebernyeg, ez pedig indiai. Viszont Indiában és a mai napig Tájföldön, Sri és egyéb helyeken csak ebből áll a szerzetesek ruházata, nem egyből, az egy kicsit merész lenne, hanem háromból. Tehát három ilyen kasája van, és különböző módokon föltekeri magára, és kész. Na most ennek azért ilyen a színe, mert a buddha idejében ezek a ruhadarabok, ezek nem mindig a szabó műhelyből kerültek elő, hanem bizony halotti leplek voltak, amelyeket kimostak iszappal a folyópartján. És attól lett ilyen barnás, néha sárgás színük. És akkor megfelelő darabokra fölvágták, és összevarták. És az összevarrásnak a régi emléke az itt a különböző négyzeteken látszik. Tehát ezt most már bőven meg lehetne egy dupla széles anyagból csinálni egybe, de nem. Ugyanúgy szétvágják, mint a Buddha idejében, és ugyanúgy darabokból összerakják. Egyébként ennek a jelentése, hogy ez a felhő és a meditáció, a kasának a jelentése pedig az univerzális felelősség. Tehát az egész univerzumot, mint felelősséget magadra veszed ezzel, hogy segíted a lényeket a felébredés útján. A szerzetesség a sok-sok fogadalom és szabály mellett azt jelenti, hogy te az életedet annak szenteled, hogy segíted a lényeket a felébredés és a megszabadulás útján. És ezért is hordjuk, mert egyébként nem túl praktikus, nézd meg, állandóan hajtogatni kell. Jó, a nem cselekvő cselekvésről szeretnélek kérdezni, mert legalábbis arról, amit én annak gondolok, és ez van egy történetem, amit kb. három évvel ezelőtt egy tél. Három, három évvel ezelőtt egy télen mentem hazafele, előttem három suhanc, illetve arra figyeltem fel, hogy előttem három suhanc nagyon gyúrja a hógolyókat, és uh, néztem, hogy mi történik, akkor vettem észre, hogy az út túloldalán megy egy lány, körülbelül egy idős, és nagyon célozgatták. Ismerős volt az élethelyzet, voltam mindkét helyzetben, gondoltam, hogy valahogy be kéne avatkozni. Az első dolog az volt, hogy rájuk szólok, aztán hogy valahogy ezt finomabban kellene megoldani, jött a mentő ötlet, hogy ha átmegyek a túlsó oldalra és főzárkozok a lány mellé, akkor nem fognak, nem mernek dobni. Ez így is történt, és akkor volt bennem egy ilyen győzelem érzés, hogy yes, megvan, megvan, azt még is, is békésen. Egészen ez kb. 24 órát tartott ez a megvan érzés, egészen addig, amíg kb. 24 óra majdnem ugyanazon a helyen, úgy bandukolok, és egyszer arra figyeltem fel, hogy Előttem pattog egy hógolyó, feleszpírtam, és akkor a pont az a három sohanzból egyik dobott felém egy golyót, és elrohantak. És akkor úgy, úgy, úgy rájöttem, hogy ez nem sikerült. Ez nem az volt, amire én gondoltam, és az a kérdés, hogy hol hibáztam. Ott értél le a nem cselekvő cselekvés útjáról, amikor a győzelemérzésen nem léptél túl, hanem szépen engedted, hogy az ott izzon alattad, és emeljen, mint a tüzes szekér. És ilyenkor a reaktív tudat az, ami a romba dönt. Az hívta be azt a három suhancot megint, vagy az egyik őket. A lényeg az, hogy a nem cselekvő cselekvés, és ez a nem mozduló tudattal való tiszta helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és megnyilvánulás. A nem cselekvő az nem dualisztikus módon gondolkodó. Ezt így fogjuk fel. Tehát a way way vagy Korella Ui Mui, az egy nagyon szimpatikus fogalom, mert nem értjük. És hogyha már előfizettünk arra, hogy nem értjük, de mégis tapasztaljuk, akkor ez olyan, jaj, de jó, hát akkor ezt még ízlelgessük egy kicsit. A megértéssel el kell menni addig a határig, ameddig lehet. Ez körülbelül annyi, mint amikor a golyó elhagyja a csőszájat puskából, vagy bármilyen lőfegyverből. Ez a megértés. A teljes röppálya meg a tapasztalat. Ami azért jóval hosszabb pár száz métertől a két-három kilométerig akár. Úgyhogy a megértés az addig kell, amíg a puf golyó ki nem repül a, a húzagolt csőből. És itt a megértés az arról szól, hogy ez a nem dualisztikusan működő tudat, tehát spontán, önzés nélkül, mert nem tesz különbséget a világ működése és maga között, azon nyomban ugye a lánypártyára léptél, és akkor mentetek szépen együtt, és kész voltál a védelemre. Ha a tudatod erre nem reagál, és nem győzelemnek vagy verességnek minősíted ezt az akciót, ez esetben győzelemnek minősítetted, akkor az utad nem hajlik vissza, és a ciklus nem következik be. Ezért mondta a szunkszánszonyim, Only go straight, don't know. Ez a donno, ez a nem gondolkodó tudat, az ilyen módon a nem minősítő, nem kategorizáló, tehát nem dualisztikus módon megnyilvánuló tudat. Tehát ha te akkor csak teszed, akkor miután biztonságba került a jány, és te hazamentél, te egy árvaszá gondolattal nem élsz, nincs győzelemérzet, hanem akkor éppen hazamész, elmosogatsz, ha kell, vacsorát főzöl, ha kell, vagy megvacsorázol a családdal, és ez egész úgy, ahogy van, a múltban van. De te ezzel a győzelem tudattal visszahívtad a múltat, mert olyan jó érzés volt, hogy te tényleg helyesen cselekedtél, tényleg megvédtél valakit, stb. 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 És ez mindig az. De hogyha a múltat cipeled magaddal a hátizsákban, akkor ez a jó kis parázsló győzelem érzés, ez begyújtja a hátizsákot, és elkezd egy újabb ciklus legyártódni, és megint találkozol ezekkel az emberekkel. És a rossz hír az, hogy ha akkor te kikapsz, és a vereség érzete áll fönn, akkor megint találkozol velük. Tehát a győzelem is, és a vereség is vonza a tárgyát. A harag és a vágy ugyanúgy vonza a tárgyát. És hogyha nem ragaszkodsz a tárgyhoz, ami csak a nem dualisztikus tudat tükrözése által lehetséges, akkor tudsz az egyenes úton járni. Tehát a nem ragaszkodás, nem dualisztikus tudat, nem én csinálás, ez mind ugyanarra a sófra jár. Más szavakkal ez ugyanaz. Jó? Tehát csak tedd, és kész. Az előző válaszodban elhangzott uh, ilyen uh, a tudat jellemzése formájában uh, az, hogy reaktív tudat, nem mozduló tudat, nem gondolkodó tudat, és más alkalmakkor még sok másféle módon halljuk ezt. Például tárász tudat, emlékező tudat, meg egy csomó más módon. Egy picikét, ha rendet teremtenél a fejembe, vagy a hallgatóság fejében. Nem tudat. Itt a rend. Minden egyéb erre épül. Ahány, annyi. 84 ezer féle, 108 ezer féle, 111 ezer féle, te mindegy. Minden pillanatban egy újabb tudatformát tudunk legyártani. De mi az, ami a tiszta, megnyilvánulás nélküli, éntelen, nem dualisztikus, nem megnyilvánuló tudatot elhozza? ez elvágtad a gondolkodást, megszűnnek a tudatformák. Ez a nem tudat. És ebből nő ki megint minden. Szóval a mai világban elég uh, szomorú helyzetek vannak, úgy a családban, mint a társadalomban, vagy tudom is én, országok, meg ilyen olyan viták vannak egymás között, nemzetek között, és van ez a megfélemlítés, amit valójában a, az embernek nem más, mint a lelki világát, nem csak a gazdasági teszi tönkre, hanem a lelki világát is. Ez maga után vonza az, hogy bizony nagyon, de nagyon sok ilyen elferdült ember kerül, aki például az alkoholba adja magát, vagy öngyilkos lesz, vagy stb. stb. Körülbelül ezekkel mit lehetne csinálni, hogy megoldódjon ez a, a lelki erő átvitel, amit az ember megkaphat úgy, hogy megerősítse saját magának a lelki világát. Marci én mondanék egy nagyon egyszerűt. Ez a családban és az iskolában kezdődne. Tehát az iskolában és a családban kellene egy olyan kultúrát, egy olyan lelkiséget meghonosítani, amely az embereket egészségesen tartja. És ehhez még zen, meg meditáció, meg ilyen idegen vallásbéli dolgok nem is kellenek. De az a szomorú, ahogy kérdezte is, hogy azok a döntéshozók, akik tényleg hatással vannak az életünkre, mert az adójövedelmeket az ő kezük ruházza be újra, vagy se, nem mindegy, hogy milyen iskolában ugye, tanulunk, milyen utakon járunk, milyen kórházba megyünk, milyen kultúrát tudunk finanszírozni. És itt egy nagyon egyszerű és nagyon hétköznapi összefogásra van szükség, amelyet ez a város már évtizedek óta gyakorol. Ez az alap. Az alap az, hogy megadjuk az élet tudását, és ezen keresztül a tiszteletét is. De nagyon sokszor oktatunk, de nem nevelünk, tudást kapunk, de nincs bölcsesség hozzá. Na most az a rálátás, amely hétköznapi neveltetésben már elérhető, az már nagyon sokszor elég ahhoz, hogy ne legyen szenvedélybeteg, mert látja az okot és az okozatot, a cselekedetet és a következményét és így kellő együttérzéssel és bölcsességgel tud ahhoz bírni, hogy ezeket a hétköznapi kérdéseket meg tudja válaszolni megfelelően. És amikor ez az oktatás nevelés a helyén van, és a mellé az egészségügy és a kultúra is a helyén van, akkor tovább lehet lépni. De ezen, ezen alapok nélkül nagyon nehéz. És most azt látjuk, hogy a jelenlegi tendencia Európában és a világ más részein is arra mutat, hogy nem akarnak kiművelt emberfőket. Csak munkásokat, dolgozókat, akik elvégzik a fogyasztói társadalomnak a munkáját, és elköltik a megkeresett kevés pénzt. És ebből a helyzetből csak mi tudunk felfelé kitörni senki más. Ehhez tartom fontosnak a szellemi gyakorlatot, amely a mindennapi életet is más szögből tudja mutatni, amely az embert másképp láttatja, amely a benső lelki tudatosságunkat emeli, és ekkor egymásnak segítve tudunk egy minőségibb életet élni, és ekkor ki tudjuk húzni azokat az embereket azokból a létállapotokból, amelyekre kérdezett még az előtt, hogy szenvedélybeteg lenne, öngyilkosságot követne el, és egyéb szélsőséges, szerencsétlen cselekedetekre ragadtatná magát, az előtt a közösség meg tudja fogni. Az előtt kap elég szeretetet, bölcsességet, odafordulást, segítséget, és nem azért, hogy ezt ő csak úgy elsajátítsa, hanem azért, hogy tovább tudja adni. Hogy ő legyen később segítő helyzetben, és nem kiszolgáltatott segítendő helyzetben. Úgyhogy ezt szerintem egy kellő szellemi kultúrával a családban, a társadalomban el lehet kezdeni, vagy újra lehet kezdeni. Nem látok más alternatívát. Ha látnék, akkor azt a ruhát viselném, és azt a szekeret tolnám. De Európának ez a része, Túl sok háborút és forradalmat látott ahhoz, hogy még higgyen bennük. Elég volt. Egy evolúcióra lenne szükség a revolúció helyett, és ezt az evolúciót megfelelő irányba kell fordítani szellemileg. És ezért van ekkora szükség a megfelelő oktatásra, nevelésre és további művelődésre, beleértve a transzcendens tapasztalatokat is, amelyek nem az eviláktól elrugaszkodottak hanem az evilágot meghaladó tapasztalások. Senki sem gondolja, hogy egy műhold az egy idegen civilizáció által fellőtt ugye, tárgy. Pedig nagyon másképp látjuk a Földet 36 ezer kilométerről, mint 360 méterről. Tehát ha egy műhold elhagyhatja a Föld kötelékeit, miért ne hagyhatná el a lélek is? Csak jobban lát tőle. Nem lesz attól embertelen vagy idegen a transzcendens tapasztalat és a meditáció kultúrája az egy természetes kiterjesztése egy érett, tudatos, harmonikus társadalomnak. hogy voltak olyan érettebb társadalmak, amikor az emberek tudatosan kevesebb szenvedést termeltek. És talán abban egyetérthetünk, hogy most nem ezt éljük. Tehát a tudatosságból és a világosabb tudatból következik az, hogy kevesebb szenvedést akarunk, mert látjuk, hogy a mások szenvedése visszajut hozzánk. A körfolyamatokból nem tudjuk így kivonni magunkat. Tehát a struc politika nem megoldás. A látás igen. És ha másképp látom, akkor másképp viszonyulok, másképp cselekszem. Ez az egyetlen egyesély, mert a nagyon durva, erőszakos, kataklizmaszerű változások, azok már túl sok kárt okoztak. Feltettük-e valaha azt a kérdést, hogy az első és a második világháború miért Európából indult ki? Mert nem máshonnan. Miért csinálta azt a korábbi európai társadalom? Ez házi feladat mindenkinek, és nem csak történelem órára. Nézd meg, hogy mi az a csoportkarma, amit még mindig viszünk ebből. Ami még mindig időzített bombaként ketyeg. És azt hogyan pucoljuk ki magunkból? Ez az igazi lélektisztulás. Nem lenne esetleg megoldás az, amit én mostanában úgy gyakrabban tapasztalok, hogy elhagyjuk a hagyományainkat. Tehát itt Székelyföldre is, ami jellemző volt, a régi embereknek a tapasztalatai, a tudása, amit felhalmoztak. Egyre inkább megyünk a nyugati divatok után, hogy nem segítene vajon ez ebben, hogyha erre több embert ráébresztenénk, vagy többen ráébrednénk arra, hogy egy kicsit belső nyugalmat találni, vagy egy, egy picit egy, egy utat megtalálni. Én értem a kérdésedet, erre csak azt tudom mondani, hogy amennyire fájt nekem is a 90-es évek elején, amikor fölmentünk Középlokra, meg Barackosra, hogy, hogy akkor ott már szaxofonnal ment a bál. Könnyű zene volt. Én még a furuglát vártam, meg a gardont, meg a hegedűt. És nem az volt. Egyik sem volt. Gardon még volt, de szakszofon volt hozzá, mondom, micsoda dolog ez. Nem lehet elvitatni az emberektől a kíváncsiság és a változás lehetőségét, hogy valami újat tapasztaljanak. A hagyományt nem tudod megőrizni, de folyamatosan meg tudod újítani. Tehát, ha egy hagyományban van valami, ami az időt tényleg túlhaladja, magyarul tartós, akkor az a jelenkor kérdéseire is megfelelő választad. És ekkor ugye kezdünk visszatérni a háztály ételekhez. Mert amikor kialakultak a nagy áruházláncok, akkor még nagyon jónak tűnt az a könnyen olcsón beszerezhető félig megfőzött kaja. Most már nem. És most már megint a hagyomány fog ugye előre kerülni. Nagyon sok ilyen van. Tehát én nem féltem a hagyományt, egyszerűen azért nem, mert ami fontos belőle, az át fog jönni a jelenbe, és tovább megy a jövőbe. Ez viszont megint csak rajtunk múlik, mert a mi tevékenységünkön, a mi igényeinken, a mi megoldásainkon kívül nincs hagyomány. Ez is emberfüggő. Tehát akik tudták, hogy ebből nagyon nagy változás lesz a 60-as években, azok jöttek és gyűjtöttek. Hát Kalló Zoli bácsi kötetnyi dalt gyűjtött össze. Rengetegen Sára évtizedekig járt ide, és a táncot vitte a táncházakba nyugatra, Magyarországra is, de nyugatra is. Hát életem első gyimesi élmény az a Marcibányi téren volt, amikor Sáraferi áthozta fél gyimest, egy busznyi embert, és olyan táncrend volt, hogy éjjel egyig ott voltunk. És utána még nem aludt senki, mert nem volt miért. Teljesen tiszta éber tudattal ment mindenki haza, már aki nem öntött fel ott a táncáz előterében, túlságosan a tisztítóvízzel, a garatra. De a lényeg az, hogy nagyon-nagyon hogy komoly ereje van ennek a hagyománynak, és amit tovább viszünk belőle, az fog élni. Ez az evolúció a természetben teljesen normális. Nézd meg a fáknak az évgyűrűit. Egyik se egyforma. Közelről megnézed, egyik geszt, egyik sziját sem olyan, mint a másik. De egymásra épül mindegyik, és hogyha meg akarod újítani a hagyományt, akkor nézd meg a fák tavaszi ügyeit és a leveleit, és ott van a lehetőség. Tehát csináljon kézműves klubot. Legyen újra tradicionális gyimesi moldvai zene, legyen táncház, legyen egy csomó olyasmi, amit nem felejtettünk el, csak nem gyakoroltuk. És akkor más kapcsolat lesz, más tudatforma lesz, más művészélmény lesz. És akkor az emberek azt mondják, hú, mégis jó ez. És akkor leteszi a sok elektronikát, előveszi a teknőt, ráfeszíti a hurt, és kész az újabb gardon. <laughs> Egyéb kérdés? Meditációban, amikor felteszem a mi-ez kérdést, kibomlik az oka, a forrása is, egy még mélyebb forrása, még mélyebb forrása, egészen addig, amíg rálátok bizonyos dolgokra az életemben, hogy miért cselekedtem, miért döntöttem úgy, és hogyan léptem. De egy adott pillanatban ez a, ez a gondolat folyam úgy önmagába csavarodik, és úgymond megszűnik. És akkor csak úgy vagyok, és nincs mi mozgasson. Most következik a kérdésem, hogy Csongan mot mi mozgatja? Az a gondolatspirál, ami benned becsavarodik, az. Olyan szépen mondta te, öröm volt hallgatni. Tehát fogod, és látod azt, ahogy a tudat egyre jobban kering a középpontja körül, és ez a középpont, ez nem gondolat egyre csak kering, 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 és mint a pályáját vesztett műhold szépen lezuhan, és elég a légkörben. És akkor tovább? Mi mozgasson tovább, hogyha már minden... Na, akkor fog a szél mozgatni, és akkor fog a folyó folyni, és akkor lesz az égkék és a fűzöld. Akkor már nem pusztán személyes energiából mész. Átállsz egy másik üzemanyagra, erre az univerzálisra akkor már nem rólad van szó. Akkor veszed észre igazán, hogy kik vannak körülötted, és hogy kikért élsz. -e Teljesen más lesz a motiváció, nem kell keresni a korábbit. Úgyhogy csak így tovább. Aki azt szeretném megkérdezni, hogy mivel mi keresztény kultúrkörbe vagyunk, tehát az emberek többsége, hát vagy római katolikus, vagy unitárius, vagy református vadás, mindenképpen keresztény. Tehát én kíváncsiságból jöttem el, megmondom őszintén. Én is. És mivel van nekünk egy olyan erkölcsi útmutatónk, a tíz parancsolat, ami szerint, hogyha a keresztény, tehát az emberiség, az betartja. Ez nem azt jelenti, hogy én most azt mondom, hogy mindenki ezt kell csinálja, mert én is azt csinálom, de gondolok a fiatalokra. Tehát én pedagógus vagyok, hogy az a gyerek, aki nem találja önmagát, mert esetleg ő nem hallotta a családba, hogy ne lopj, ne őj, ne stb., akkor ő mivel tudná meggyőzni, hogy ez fiam a te utad, választ ezt, ha már nem hallottad azt, hogy tíz parancsolat, akkor mivel tudna ön egy olyan segítséget adni annak a fiatalnak, hogy tudjon elindulni az életbe úgy, ahogy hogy a első segítség az lenne a fiatal felő, hogy nem parancsolnék neki. Hát most már akkor legyen szíves ezt értse úgy, hogy idézőjelbe tettem ezt a parancsolatot, erkölcsi útmutató számunkra. Az idézőjel azért nehézkes, mert az elmúlt 1700 évben ezt nagyon nem tették idézőjelbe, Ennyi és volt a, mostani, most a mostani van. viselői ezeknek az etikai elveknek sem teszik ezt nagy részt. És mivel az ember egy prométeuszi és egy epiméteuszi lényből van összerakva, ezért a lázadó fél mindig a parancsokat meg akarja bolygatni, azt akarja, hogy rá ne legyen ez érvényes, vagy valahogy megkerüljük. És innentől kezdve, ha nem önmaga veszi magára ezeket a szabályokat kellő érettséggel, addig mindig valami más fog történni. Mindig megmagyarázzuk, felmentjük magunkat, majd a másik, aztán én vagy én se. És éppen ezért a, a parancsolatok, főleg a tinédzser lázadó, önmagát kereső fiatalság esetében ezek, ezek nem jó szerszámok. Inkább a kérdéseikre kéne válaszolni. Tehát amit meg akar ismerni, a saját testét például, a másikat például, a világot például, na azokra a kérdésekre kéne először mélység és érvényes választ adni, na ekkor történik meg az, hogy bíznak bennünk. Bíznak a tanítóikban, bíznak a szüleikben, bíznak az idősebb barátaikban. Ha ez a bizalom fönnáll, akkor lehet ezeket az életelveket, nevezzük most így, felajánlani, mint útmutatás. Tehát ami a 10 parancsolatban szerepel, az a buddhista 5, 10, 250 és 500 fogadalomban is szerepel. Az 5 fogadalom általában a világiaké, a 10 fogadalom nagyrészt a novíciusoké, a 250 a felavatott férfi szerzeteseké, és az 500 a felavatott női szerzeteseké. Tehát ezek az elvek, amiket most parancsolatként ugye hallottunk, ezek magunkra vehetők, de az önkéntesség itt rendkívül fontos. Ha nem önként veszem magamra, akkor úgy dobom le, mint kutya a vizet zivatar után. Én azt látom, hogy az előíró, a preskriptív módszer, az itt nem működik, és már jó régóta nem működik, mert mindenki kényszernek érzi. Mi lenne, ha megvárnánk azt, amíg a lélek elég érett ahhoz, hogy a saját működését, a másik ember működését belássa? hogy a társadalom funkcióit és a világ törvényszerűségeit elsajátítsa. És ekkor ezek fogadalmak lesznek. Ezek önként vállalt, tűzön vizen át követett életcélok, módszerek lesznek. És ebben tudok hinni. Egyszerűen azért, mert ez így működik, ha pedig kapok egy külső parancsot, itt a férfiak többsége ugye még volt katona, tudjuk, hogy Addig tart a feladat, amíg a parancsot nem teljesítjük. Utána már minden más. Az élet pedig nem egy parancsutasításokból álló sorozat. Az életet élni kell. Azért születtünk meg. Meg kell találni az irányunkat, meg kell találni a céljainkat. Ehhez találhatunk segítséget, és a korlátainkat mindenképpen meg akarjuk haladni. És a határainkat ezáltal találjuk meg. Mi az, amit nem tennék meg? Ki az, akivé nem szeretnék lenni? A kettő elképesztően összefügg. A cselekedeteink, a szavaink, az érzelmeink, a gondolataink által valakivé válunk. Kik akarunk lenni? Milyen lelket akarunk ebből a testből továbbvinni? És ekkor már teljesen más megvilágításba kerülnek a fogadalmak vagy parancsolatok. Hát senki sem gyilkosként akarja élni az életét. Senki sem tolvajként, vagy hazugként, vagy házasságtörőként szeretné élni az életét. De ha ezt úgy parancsolják rá, hogy még nem látja az értelmét, nem látja a működését, nem látja a hasznát, nem látja a magas rendűségét, akkor el fogja utasítani, fel fogja forgatni, és ezáltal saját magának és másnak kárt okoz. Egyéb kérdés. A zenmeditáció egyfajta Istenkeresés? Arra is föl lehet használni. Tehát akik keresztény kultúrkörben szeretnék a zen gyakorolni, folyamatosan ezt a kérdést feltehetik, hogy mi Isten. Ön tud-e valamilyen gyakorlatot arra mondani, hogy hogyan lehet a gondolatokat megállítani? A tapasztalat az, hogy nem lehet a gondolatokat megállítani gondolatokkal, érzelmekkel sem beszéddel aztán meg különösen nem. A felső csakrák működése ugye szakosodik, gondolatok, beszéd, érzelem egy, és itt a gyomorszáj tájéken érzelem kettő. A zen meditáció a köldök csakrára, itt az alhasra összpontosítja az energiát, és így úgy tud működni, mint egy olyan autó, hogy sajnos nem tudom a gázpedáról levenni a lábam, a kormány csak annyira tudom forgatni, hogy ne menjek neki a fának, de igazából az a megoldás, hogy megvárom, amíg kifogy az üzemanyag, akkor biztos leáll. Tehát ki kell vonni az energiát a felső központokból, és itt lent elhelyezni, és ekkora a tudat ki tud üresedni. De addig, amíg gondolatokkal traktálom a gondolatokat, érzelmekkel az érzelmeket, sőt, olyan gondolatcsomagokat küldök ki, amelyek azt mondják a másik gondolatcsomagnak, hogy te, hát csendesedjél már le, hát ne gondolkodjál. Na, ez így nem megy. Ez, ehhez kell a lelki vezet, hogy ebből kigyógyítsa a tanítványt. Tehát amikor a zenben a tiszta pillanat tapasztalatáról van szó, amikor a tér és a hang felfogásáról van szó, vagy egy mantra ismétléséről van szó, vagy akár a kérdés ismétléséről van szó, akkor ezek olyan technikák, amelyek nem gondolattal akarják a gondolatokat megállítani, elvágni, megakasztani. Ha nem egyszerűen kivonom belőlük az üzemanyagot, és akkor a tudat megkönnyebbül, a gondolkodás el tud csitulni, de nem újabb gondolatok által, mert az olyan, mintha benzinnel akarnék tüzet oltani. És az meditációban foglalkoznak-e a feljövő érzésekkel? Igen. Úgy foglalkozunk velük, ahogy a tükör tükrözi az elég kerülő tárgyat, sárga jön, sárgát mutat, az érzelmet a maga módján látjuk, ahogy az van, nem veszünk el belőle, nem teszünk hozzá, nem próbáljuk jobbá tenni, kiavítani, maszkírozni, vagy akár elfolytani, rontani, csonkítani, egyet sem, és elengedjük, úgy, ahogy van. Ha nem reagál rá a tudat, akkor az elmegy magától. Ha dualisztikus reakciót gyárt le, akkor előbb-utóbb abból identitás, ítélet és egyéb körkörös folyamat lesz, és akkor ezek az érzelmek, tudattartalmak addig maradnak, amíg a kör közepén az identitás fönnáll. Ez egy jó és rossz komponensekből összerakott csomó, mint a csomó a palacsintatésztában. Ha eldolgoztam a csomót, ki lehet sütni a palacsintát? Köszönöm szépen. Tavaly áprilistól kezdtem gyakorolni zent, és mondtad, hogy ez fogja kaparni a karmát. Megmondtad, hogy mit kell csinálni, én ezt csináltam is, mennyire bírtam rendszeresen. Körülbelül szeptember óta ezt úgy érzem, hogy nem kaparja, nem szántsa is. De jó, akkor jó gyakorolsz. Ó, hát ez, ez azért fizikai szinten úgy csapódik le, hogy egyik, egyik betegségből a másik sem. Most már az a kérdés lassan, hogy ezt így meddig fogom bírni. Le. Úgy érzem magam, mint egy léggömb, amelyik léket kapott. hogy Hányat? Nem az, hogy léket kapott, hát de hányat. Ha egyet is, de az jó nagy. Szökjön ki az összes levegő, hát és megy. akkor elérkezel a pillanat szilárd talajára, Hány leborulás van naponta? Hát, csak 21-re futja, de ez van. Na azért érzed így magad, a 108-nál már nem ez lenne. Időben nem fér be. Na le. most ez, ez, hajnali gyakorlás, ez, ez 50 percen van gyakorolni, úgyhogy... Mi az idő? Amire szánod, az az idő. Tehát, ha azt mondod, hogy a hígyó inkább vedd le akkor csinálj 108 leborulást, vagy 208, stb. Ha az a jobb, hogyha a kígyót nyúzzák, akkor nyugodtan maradj az eddigi tapasztalatsornál. Igen, csak ehhez van még szutra, meg van mantra, meg van meditáció. Tehát... Meg van hozzá Csabi. Csabi kell hozzá. Csabi <laughs> kell hozzá. Az összes többi segédeszköz nélküled nem megy. Ugye mondjam meg a tutit, tehát hogy valami titkos kulcsa karma ládájához. Nincs. Csabi a kulcs. Tehát meg kell, le kell égetni a vaslapról a kormot, akkor van igazi zöldség. Tehát le kell égetni a lélekről a karmájának a saját kérgét, és akkor tud igazából menni az úton. Ezt gondolattal nem tud megcsinálni. A mantra segít, az ülőmeditáció ilyenkor néha lassúnak tűnik, néha pedig olyan, hogy egy olyan mozdonyt próbálsz meg öttel haladtatni a pályán, ami 500-al akar menni. Tehát elképesztő feszültségek alakulnak ki, mert nem tudod megélni azt a sok-sok karmát, amit belül meglátsz. Rengeteg az indulat. Nem is tudod, hogy ez a tudattalanodban hogy férte eddig. Úgyhogy ilyenkor a leborulás nagyon sokat segít, és a mantrának a hangos éneklése nem a szomszédoknak hangos, hanem úgy, hogy nem magadban éneklet. És akkor Csaba másképp éli meg az életét és a karmáját és nem úgy tűnik, hogy én elképesztő baleset sorozat, meg nehézség sorozat, meg az egyéb, mert kicsit sikerült utazó magasságot elérni, és te már nem a vihar felhők dobálják a gépet, hanem kicsit kékebb az ég, és tudsz haladni. Úgyhogy ez a te döntésed, de formális gyakorlat nélkül nem megy. Én az ön sajnálatról szeretnélek kérdezni. Ilyen mosolyogva? Hát mit szeretnél -e az ön sajnálatról hát tudni azért örülök majd? ennyire, mert a rájöttem arra, hogy amint észreveszem, hogy most önsajnálat történik, ragaszkodom ehhez, sikerül abba hagynom. És miért szeretjük ezt annyira? Miért szeretünk ebbe burkolózni? Azért, mert az önsajnálathoz nagyon gyorsan csatlakoznak mások, akik sajnálnak minket. És akkor mások sajnálnak minket, akkor nem vagyunk egyedül. Legalábbis ezt érezzük. Az önsajnálat az Terméketlen, de legalább időt ad. Késlelteti a cselekvést. Nagyon sok szempontból ezt az ember megnyugtatónak érzi. És ez nem energia lopás? De. Ez energiapazarlás, ez így van. Mások energiáját. Használjuk. Ha már a mások is csatlakoztak a te sajnálatodhoz, akkor meg mások energiájának az elszippantása, bizony így van. Meg lehetettől teljesen szabadulni? Meg. Úgyhogy teljesen átalakul a tudat és segítesz magadon, segítesz másokon, önsajnálat nem kell. Ha ez így lesz, akkor egyre rövidebb ideig tart az önsajnálatnak ez a kis negatív EKG görbéje, egyre gyorsabban átmész fölött, aztán már bele sem esel. Tehát nem az, hogy Úristen, probléma! Na, hogyan oldom meg? Így oldom meg, megcsinálom. És utána nincs, önsajnál, nincs min sajnálkozni, nincs kint sajnálkozni, cselekedni kell. Úgyhogy nagyon gyorsan ki lehet ebből jönni, tudati szokás kérdése. Általában az önsajnálat onnan indul, hogy jaj, hát nekem mégis igazam van. Nekem volt igazam, és a másiknak nem, de nem kapta meg az igazam, azt a tápot, azt az elismerést, hogy én nekem nyíltan és mindenek fölött igazam legyen. És akkor beindul az önsajnálat, utána a depresszió, utána az egyéb ilyen dolgok, vagy pedig az agresszió. Önsajnálatból lehet agresszió is. Nagyon-nagyon hamar túl lehet ezen lépni, csak megfelelő helyzetbe kell hozni magunkat. A félelem az egyenlő a szorongással? Nem, a szorongás az az előhang, az a nyitány az operában, és a félelem pedig az első felvonás. A harag a második felvonás, az agresszió a harmadik. Általában három felvonásos az opera. Agresszió után már kimerültünk, és egy csomót szenvedtünk. Ha látod, hogy mitől félsz, Hát a szorongó ember az nem tudja megfogalmazni, hogy mitől fél. Ezért kell nagyon szépen rálátni. És megkérdezni, hogy mitől szorongok, mitől félek. Kétféle reakció van. Az egyik a menekülés. Hát ott fordítasz neki, és rohansz. Fizikailag, mentálisan, érzelmileg, te sem mindegy. Ahogy rohansz előle, úgy nő mögötted. Egyre nagyobb, egyre félelmetesebb. Miért? Mert rohansz előle. Azért. A másik, hogy szembefordulsz vele, és harcolsz, és ütöd, vágod. Nem, és akkor sem, és én akkor se félek, és ez... És akkor megint erősebb, csak már veled szemben erősebb. És amit én javaslok, az az, hogy nem menekülsz, nem harcolsz. Szembefordulsz vele, és látod. És ha látod, akkor előbb-utóbb eloszlik elillan, mert önmagában nem létezik. Megvonod tőle azt a teremtő energiát, amivel a félelmedet teremted, és el fog tűnni. Mert mint minden karma, ezt is a tudatot teremti. Erre is nagyon jó a meditáció. Nem menekülsz el, itt vagy bátran a pillanatban, és szembefordulsz a félelem tárgyával. Az ember ilyen formán három alapelem van. Az egyik a nagy kérdés. Mi ez? Mitől félek? Utána nagy bátorság. A bátorság az ahhoz kell, hogy végigüld azokat a válaszokat, azokat a, az elképesztő jelenségeket, azt a mozit, amit a saját félelem termelő tudatod legyárt. És a harmadik lesz a nagy hit. Ez a hit, ez nem kívülről jön. Ez a belső tapasztalatodból jön. Tehát nagy kérdés, nagy bátorság, nagy hit. És innentől kezdve nem lesz félnivalód. Miért? Mert a tudatod akadálya a tudatod fényében elporlad. Elég. És akkor elég. Szívszutra. Az akadálytól mentes tudatban nincs félelem. Ha elhárítod az akadályt, megszűnik a félelem is. Ezért kell nagyon jól ránézni arra, hogy mitől félsz. Kiderül annak az állandótlan feltételhez kötött illuzórikus jellege, és eloszlik, mint a déli bába szélben. Itt és most mi a kacagás eszenciája? Másik kérdés? Említetted az előbb a szívszutrát. Üresség, forma, forma, üresség. Néha, vagy akár többször is gondolkodom rajta, ez már rosszul kezdődik, hogy gondolkodom. Dehogy, hát így kezdjük De. mindig ebben. Bízzál a gondolat egyben, nem rosszak azok, mondja. Úgy élem meg ezt néha, hogy a tárgyi világban, mondok egy példát, ott van az zongora. Mikor lesz ez üresség? 500 év múlva, vagy 5 perc múlva, amikor kimentem a teremből, és már nekem nem létezik csak az emléke, nincs. Ez szélrevezető, ez, ez, egy olyan gondolat, ami közelebb vissza a forma, üresség, üresség forma, tanításhoz, vagy csak egy egyszerű elme, egy játék? Ez egy egyszerű elme játék, és nincs vele semmi baj. De minél többet gondolkodsz azon, hogy az ongora mikor válik ürességgel a tudatban, annál inkább beleragad. Tehát csak lásd az ongorát, és amikor kimész, csak lásd az autót, a besötétedett eget, a városképet. Ezért van egy ilyen gyönyörű költemény Szungszán Mester tanításából benne a Kóan könyvünkben, hogy csak láss, fölül a buthák és bóthiszatvák birodalma, alul a hat keletkezett világ. Egytől egyig minden dolog teljes, egytől egyig mindenben megvan. Akkor te, a zongora és ez a bot azonos vagy különböző? Már látod, már hallod. Háromszor három, egyenlő kilenc. Ez pedig a második szint és a második fokozat az interjúkban. Az első fok az a lényeg tapasztalata, az az ember útja. Üres kézzel jössz, üres kézzel távozol. Ilyen az ember. Honnan jöttél, amikor megszülettél? Hová mégy, mikor meghalsz? Az élet olyan, mint az égen összeálló felhő. A halál olyan, mint az égen szétoszló felhő. Az égen úszó felhő eredetileg nem létezik. Élet és halál, jövés és menés éppen ilyenek. De van valami, ami mindig tiszta marad. Ez egyszerű és tiszta, mentes élettől és haláltól. Mégis mi ez, ami egyszerű és tiszta? Amikor ennek a lényegnek a tapasztalata megvan, akkor tisztán látsz, tisztán hallasz. És a harmadik fok, amikor helyesen cselekszel, vagy helyesen működünk. Ez a zenmester tanításában a lényeg, igazság és cselekvés hármassága. A lényegnek a verse az ember útja, az igazságnak a verse a csaklás, a cselekvésre meg ott van az a több száz koan, amiből mi összegyűjtöttünk 208-at. Arra külön megfogalmazás, külön vers nincs. Az már egyes helyzetekben megmutatkozik. Ezért dolgozunk a koanokkal, hogy amennyit kell, annyit gondolkodjunk, és azt nagyon tisztán. Amikor meg nem akkor ne gondolkodjunk feleslegesen. Hát a gondolatok nem jók és nem rosszak, csak uralkodónak szörnyűek. Szolgálnak nagyon jó. Úgyhogy mit szolgálnak ezek a gondolatok? Ha már nem szolgálnak semmit, nyugodtan elengedheted őket. Öm, nem tudom, hogy jól értettem vagy egyáltalán itt az előző válaszban lehet, hogy már részben meg volt rá a válasz. Öm, mondtál az elején a beszédben egy olyan, hogy az életnek nincs értelme. Eredetileg nincs, és mi adjuk meg az értelmét. A tiszta tudat talán tud teremteni, valami ilyesmi, Ingen. volt benne. Ennek apropóján itt foglalkoztat, hogy viszont ha minden igaz van egy karmánk, amit hozunk. Még egyszer. Van egy karmánk, amit hozunk, ami okokozat ok következmény. Tehát annak viszont kell legyen értelme, tehát, hogy valamiért van, valami, valamiért. Tehát itt nekem egy kicsit ellentmondás van, nem értem. Szóval, mi a karmád értelme? Első kör. Mi a karma? Ez a nulladik kérdés. Mi a karma? Mondd el nekem. Az előző életedből hozott dolgaidnak a következménye. Tehát, Dolgaink, és hogy... itt legyél pontosabb. Segítek szokásaink. Jól indítottad. Igen. Folytasd. Az előző életbeli szokásaink szóban, tedben, érzelemben, gondolatban múltban, jelenben és jövőben, amelyet mi jóra és rosszra hoztunk, egyiket megkötjük pozitív identitásként, másik félét megkötjük negatív identitásként, ez a karma így együtt. Na most ennek kell, hogy értelme legyen? De hát valamiért van egy körforgás, tehát amiért újra és újra jövünk és dolgozunk. Miért, ért... miért eszel naponta? Hát energiát kapjak, miért eszek, igen hogy mérítem? Energiát, Walter, energiát. fel. Mi Igen. az értelme annak, hogy te energiát kapsz? Hát, hogy működjek, éljek. És mi az értelme a működésnek és az életnek? Hallgatlak. Fogalmam sincs. Látod? A fogalmam sincs nagyon fontos. Nagyon fontos, mert ebből a fogalmam sincsből lesz a tiszta tudatnak a teremtése, hogy most eldöntöttem, hogy az életemnek ez az értelme, ez a célja. Eredetileg fogalmunk sincs róla, hogyha megnézed, egy rakás szokást magunkkal hozunk, rengeteg ideát, elvárást, vágyat, haragot, mindent magunkkal hozunk, de ha lemész ennek az alfájáig és omegájáig, ahol a kezdet és a vég nem különbözik, ahol ezek még nem nyilvánultak meg, onnan tudod újra alkotni az egészet. Tehát eredetileg nincs jelentése, oka és értelme. De ha ezt megtapasztalod, akkor nagy jelentés, nagy ok és nagyszerű értelem lesz a lehetőségeid birtokában. Akkor meg tudod csinálni. Tehát ez az ember szabadsága és kötöttsége egyszerre. A lehetősége és a felelőssége egyszerre. Ha azt mondod, hogy az életnek eredetileg van önmagában a tudatunktól függetlenül értelme, az hiba, akkor robotok lennénk, és nem lenne szabad akaratunk. Ha azt mondod, hogy nincs értelme, akkor egy elképesztően nihilista állítást ugye hallanánk, ami önmagában nem igaz. Mert mi mindig kitűzünk célokat, mindig értelmet adunk az életnek. És ezt a jogunkat senki nem veheti el. Úgyhogy ezt a benső utat javaslom. És nézd meg nagyon őszintén, nagyon világosan, hogy a tudatod műveletein kívül van-e értelme bárminek. Ha nyakon csíped azt, hogy a gondolatait hogyan teremtik az okságot és az értelmet, hogy hogyan ruházod fel a pozitív projekciókkal a jelenségeket értékkel és értelemmel, akkor nyakon ezt. Egyébként a jelenségek természete üres. Teljesen. Ezért óriási felelősség az, hogy mi mit csinálunk az életünkkel. Mi milyen értelmet adunk neki, mert nem csak magunknak tesszük ezt, egymásnak is. Egymást tanítjuk azzal, ahogy döntünk, hogy milyen életet élünk. Februárban voltam az első elvonuláson, két hétig a templomban, és minden tökéletes volt számomra, a nehéz és a könnyű pillanatok ugyanúgy, a, bocsánat, a nehéz pillanatok ugyanúgy, mint, mint a, a szépek. Viszont egy nagy kihívásnak egy, egy tekintettem azt, hogy nem tudtam meg a mögött bezárni az ajtót és egyedül lenni amire vágytam. És uh, szeretnék novemberben majd elmenni egy 90 naposra. És nekem nagy szükségem van arra, hogy elvonuljak teljesen egyedül. Um, viszont azt gondolom, hogy ennek van egy értelme, hogy nem tudunk sokat egyedül lenni, hogy az ego ne kattogjon annyit. El lehet lenni egyedül egy 90 napos alatt, csak ahhoz 20 év szerzetességgel. Tehát amikor 20 éve valaki teljesen felavatott szerzetes a koreai zen kultúrában, akkor kapja azt a címet, hogy hanjusunim. És a hanjusunimoknak külön szoba jár. Itt a lehetőség. Egészen addig nem. Tehát ez azért fontos, mert a, a, a közös cselekvés az a 24 órás programa az elvonulások alatt, és ahogy látod, ez egy nagyon nagy egóra dír. Tehát olyan smirgli, hogy a mások környezetében, jelenlétében vagy te lenni, az egy nagyon nagy gyakorlat, és senki se zajong, senki se zavarja tudatosan a másikat. Csak az összes területvédő, territoriális magatartást kijön, az összes dominancia kényszer kijön, az összes apró, pici, passzív-agresszív hajlam kijön, tehát brilliáns a tréning, amivel majd akkor is mosolyogni fogsz, amikor kipróbálod szerintem. Tehát amikor igazából ebbe fejest ugrasz, akkor látod, hogy az éned hogyan pattan vissza a mások tükréből. Na, az a tréning, nem csak a meditáció, hát olyan békésen el tud ülni az ember, kilazítja térdét, csípejét, kicsit a hátát formába hozza, elül úgy 50 percet, mint a butha maga. De kimegy a konyhába, ahol 20 centire dolgozik tőle még, még 30 ember, na akkor legyen megvilágosodott a tudata. Úgyhogy ez egy nagyon komoly interjú. Tehát vannak interjúk a, az interjú szobában, ezek a zen koan interjúk, aztán vannak a természetes interjúk, amikor el kell viselni a másikat, meg együtt kell vele dolgozni, úgyhogy nem tudod vele megbeszélni, hogy te figyelj, nekem van egy problémám, és szeretnék vele rólad beszélni. Van öt perced? Na, ez az, ami nincs. Nincs. Nincs diszkurzus. Tehát azért nincs, hogy te szavak nélküli kölcsönhatással intézd el. Ne kelljen magyarázkodni, mert növeled a káoszt. És ezért nincsen az elején magánszféra, még akkor is, amikor uh, Isten segítségével fölépítjük a következő templomépületeket, akkor se lesz magánszféra, hanem két-három ember egy szobában fog lakni. Nagy népsűrűség, három ember. Kis népsűrűség, kettő ember. Ezt mi is így csináltuk a novicius tréningen, az első 10-15 év bikú életben. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komoly tréning erre, és utána pedig előtted a lehetőség, hogy ezt hogyan használod. Mert ez a tréning ez nem alábecsülendő, tehát ez nem csak puszta elviselése a közös létnek. Itt nagyon komoly realizáció folyik, hogy valójában én miből vagyok összerakva, és milyen karmát hoztam ide. Van nekem egy kis hugom, és azt vettem észre, hogy eléggé ilyen önértékelés hiányba még kicsit, tehát 8, -9 éves. 8 éves? 9? <laughs> És azt szeretném itt kérdezni, van, hogy. A hogy? hogy? Nincs. Itt, itt. van a kis sugod? Nincs. De kár. Akkor ő is kérdezhetne, mondja. Igen, hogy, hogy lehet ezt, én mit tudok neki adni, hogy ezt nem tudom, megváltoztassa, vagy jobban viselje, vagy. Mit változtasson meg? A kapcsolatát a többi Kivel? gyerekkel vagy magával, főleg magával. 8-9 évesen te ne nyúlj ahhoz a karmához. Szeressed, segítsed, játszál vele, vigyed el különböző sétákra kirándulni, tehát legyél egy jó nővér. És amikor kérdez, akkor majd tudsz neki segíteni, amikor kicsit bajba jut, vagy elszomorodik, akkor. De te ne akard a saját nézeteiddel hirtelen megjavítani a hugocskát. Fejlődjön szépen. Jó? Nagyon. Gyönyör. Köszönöm. Az előbb mondtad, hogy a magyarázkodás káoszt okoz. Ez mindig így, minden esetben így van? Nem. Amikor csendbe kéne lenni, de közben magyarázkodunk, na az káosz. Amikor a magyarázatra létrehozunk egy fél órát, teret, megfelelő platformot, akkor a magyarázat nagyon sok minden tisztázhat. De hogyha arra helyeztük ki azt a hétvégét, hogy csendben működjünk együtt egymással, és inkább megérezzük a másikat sem, hogy megértsük az állandó kelepelését az intellektusnak, akkor azt kell csinálni. Egyébként a magyarázatot nagyon tiszta tudattal érdemes elővezetni ahhoz, hogy a másik magyarázata ne üsse. Láttál már két olyan embert, akinek a nézete száz százalékig megegyezett? Nem. Ugye hogy nem? Akkor már értél eleget. Tehát ez azért fontos, mert a magyarázatok közti nézetkülönbség néha nagyobb káoszt csinál, mint hogyha engednénk egy kicsit ott megnyugodni a dolgokat, aztán cselekszünk, élünk, és ahogy ezt néha szoktuk mondani, az idő megoldja. Nem mindent old meg az idő. Van, amikor le kell ülni, eszmét kell cserélni, és el kell magyarázni a motivumainkat, szándékainkat, mit miért csináltunk, kölcsönösen. Ez munka. És ha ezt akarjuk csinálni, tegyük ezt. De ne valami helyet tegyük ezt, és ne egymásnak ellentmódóan tegyük ezt. Jó? És hogyha a másik ember semmiképp nem tudja megérteni ezt, hogy a mi nézőpontunkat, akkor mit lehet tenni? Akkor azt tudod tenni, hogy te viszont 100%-osan megérted az ő nézőpontját. Ez olyan hatással tud ö, lenni rá, hogy vagy elérzékenyül elolvad, és lebontja az énnek a falát, vagy olyan dühös lesz tőle, hogy rádborítja az asztalt, és pufogva távozik. Ugyanis az elfogadó tudatban ott van az együttérzés. Az együttérzés olyan elképesztően erős tud lenni, hogy az emberek néha elmenekülnek előle, mert lebontja a falat, mert végre valaki megérezte, hogy mi van bennük. Végre meglátta, hogy az ő lelkük mit hordoz, és elfogadta. Na ez a cselekvő együttérzés alapja. Az, hogy tudattól tudatig átment, hogy pontosan mi van a másik lelkében. Ez elképesztően veszélyes. Mert védhetetlen. Tehát ki tud zárni innen egy kutyát, ki tud zárni innen egy embert, de a neutrinót azt nem az így átrongyol mindenen, ami itt van. Nem tudsz olyan gátat építeni a másik ember és közéd, amit az együttérzés ne tudna áthatni. És ha valaki ezt a szeretetet megérzi, ami az elfogadásból, meglátásból, ítéletmentes magatartásból következik, vagy áttransformálódik és átalakul saját magától, vagy pedig még vastagabbra építi a falat és felrúgja az egész helyzetet, hogy el tudjon menekülni. Excelium esetben harcol veled a lőrésen keresztül. Úgyhogy én azt javaslom, hogy te érezd át száz százalékig a másikat, és légy türelmes. és az aggódással mi van? Nézd meg, mennyit Már használ. Nem lehet, és mindig provokál az élet, hiába akarom. Nézd meg azt, hogy mennyit használ. Félsz, féltesz, aggódsz. Mire jutottál? Se, sehova, legfeljebb az agodásom tárgyát, és mondjuk a gyerekem, bezsongatom, vagy... Tehát sehova nem jutottál vele, de ezért Nem tudok feladni. megszabadulni tőle. Dehogy nem? Nem tudok, nem. No. Drága lelkem, ha te abban nem akarsz még. megmaradni, hogy nem tudsz megszabadulni tőle, miért tetted fel a kérdést? Nem az érdekelne, Mert hogy ezt szeretnék, lehet? és már rég ja, szeretnék. Új, nagyon jó. Tehát az egyik gondolatod az, hogy szeretnél megszabadulni tőle? Szerinted lehetséges? Ö, azt mondja, hogy igen. De te mit mondasz? Engem az érdekel, hogy te mit mondasz erre? Lehetséges vagy nem? Igen, mert látok példátra. Tehát igen. Akkor igen. a tudatod másik fel azt mondja, hogy nem tud megszabadulni tőle. Melyiknek van igaza? De akkor miért kerülök folyton olyan élethelyzetbe, hogy ez? Mert állandóan eltereled a figyelmet a beszélgetés valódi tárgyáról azért. Nézd meg, hogy most megpróbálta elmenekülni a kérdés megválaszolása elől. Nem sikerül. Csúnya zen tanító állandóan visszahoz téged a konfliktus közepébe. A benne dúló ellentétek centrumába. Ez azért van, mert ott van a legnagyobb erő. Tehát amikor még nem pattant szét a lehet és a nem lehet. Tehát nézd meg, hogy honnan jön ez a sok-sok aggodalom, honnan jön ez a sok-sok félelem, és hogy hova megy. És akkor meglátod, hogy ezt mennyire nem kéne úgy használni, ahogy eddig. De ez az én szózatomtól nem fog megváltozni. Legfeljebb megérted egy kicsi részét. De a részedre egy nagyon komoly mantra gyakorlatot javaslok, azért, hogy a tudatod mély szerkezete és így a szokásai megváltozzanak. Mert az való igaz, hogy a félelem és aggodalom szokásait azt életeken keresztül gördítjük magunk előtt, és amikor adott emberi viszonyok közé kerülünk, például anya-gyerek, akkor ezt, mint a gép tudjuk gyakorolni, elképesztő erővel. Tehát az óvás, féltés összekapcsolódik a szeretettel és a gondoskodással. Mi lenne, ha a szeretet és a gondoskodás és az óvó szeretet megmaradna, de az aggodalom, a féltés, a félelem, az önbizalom hiány, az önbizalom elvétele, ezek úgy elmaradnának. Tehát ezeket nagyon szépen szét kéne tudni választani. Ez a megfelelő tudat tisztassága nélkül nem megy. Nem megy. Egyszerűen akkor képtelen vagy rá, mert megmaradsz a jelenségek szintjén. A jelenségek gyökeréig le kell menni, meg kell látni, hogy hogyan keletkeznek ezek az érzelmek, hogyan tudod átalakítani őket azzal a csoportá, amelyek helyes eredményt hoznak és hogyan nem alakulnak át ezzel a nem helyes eredményt hozó, vagy eredménytelen csoportá. Szokták el tésztából sütni? Igen. Jó. Akkor, hogyha kiszaggatod a tésztát, és nem olyan alakúra sikerül, vissza lehet az gyúrni a tésztába? Még nem kented meg, nem töltötted meg. Csak ki van szaggatva, de nem tetszik. Vissza. Ugye vissza. Ugyanígy az érzelmeket és a gondolatokat vissza lehet vezetni a keletkezésük helyére ezt hívjuk lényegnek. Abból a nyersanyagból, abból az energiából és tudatosságból újra ki tudsz szaggatni más érzelmeket, más pogácsa formát, a kerek helyett mondjuk a halacskásat, vagy a hosszúkásat. Tehát az aggódó, félelmes és egyéb érzelmek helyett tudsz óvó, szerető, bátorító, bizalomgerjesztő érzelmeket lejártani, de ehhez vissza kell találni ahhoz a vajlinkhoz, ahol a keltészta van. Na, ez itt van a tantienben lent. Ez az a tudat, amelyik jelen van. Ez az a tudat, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ez az a hely, ahol az alfa és az omega nem különbözik, ahol a kezdet és a vég találkozik, amely még teljesen alaktalan, névtelen tészta tömeg, amelyből bármit kiszaggathat. A tiszta tudat az egy állandósult állapot lehet? Nem. Azt mondod, állandó hiba, változó az is hiba csalót látom, de ez a csalódás ez megszokható. Ezt hívjuk illúzióvesztésnek. Én mondom még egyszer, nehogy véletlenül félrejtsd. Állandónak tartod, hiba, változónak tartod, hiba. Ezzel a paradoxonnal szeretnélek ma este jó éjszakát kívánni és hazaengedni ezzel. Remélem, hogy mindannyian megtaláljuk azt a pillanatot, amely csak itt és most van, nem máshol, nem máskor, nem másban bennünk. És ezzel a tiszta tudattal tudunk igazából helyesen működni, helyesen látni, helyesen tapasztalni. Ennek megvan az útja, a számos út lehetőségének az egyikét hoztam ide. Megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és remélem, hogy holnap is, máskor is, itt is, és a templomban is együtt gyakorolhatunk, együtt tehetünk egy újabb erőfeszítést azért, hogy felébredjünk, és megszabadítsunk minden lényt a szenvedéstől beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet!